Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a Kormányinfón. Mint látják, átálltunk mi is egy más típusú működésre, ugyanis azon vagyunk, hogy minél inkább lassítsuk a koronavírus terjedését, és ezen a módon is szeretnénk elősegíteni, hogy most már mi sem az újságíró kollégákkal egy légtérben adunk tájékoztatást. Az ülés lezárt a héten a kormány, úgyhogy szeretném is megkérni Gulyás miniszter urat, hogy számoljon be erről, utána pedig én fel fogom tenni a beérkező kérdéseket, és miniszter úr, illetve én megválaszoljuk azokat. Miniszter úr, parancsolj! Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Most már nem csupán a nézőket, hanem az újságírókat is így a televízión keresztül tudjuk csak köszönteni. Reméljük, hogy mielőbb helyreáll a rend, és újra közvetlenebb formában fog zajlani a kormányinfó, de addig, amíg a járványügyi helyzet ezt indokoltá teszi, addig ebben a formában fogjuk folytatni minden kormányülést követően továbbra is a kormányinfókat. A tegnapi kormányülés egyik napirendje hétfő óta ismert, hiszen az országgyűlés nem adta meg azt a lehetőséget a kormány számára, hogy az előterjesztett törvényjavaslatot a képviselők el tudják fogadni már a keddi napon. Ebből következett az a probléma, nehézség, hogy azok az intézkedések, amelyeket az elsők között hoztunk meg, és 15 nap után lejártak, azoknak a pótlására valamilyen megoldást a kormánynak kellett találni. Az első kérdés az volt, hogy lehetőségünk van-e arra, hogy újabb 15 nappal meghosszabbítsuk ezeket az intézkedéseket. Az Igazságügyi Minisztérium véleményére támaszkodtunk. Ugye a jogi szabályozása a veszélyhelyzetnek világos, a veszélyhelyzetet a kormány hirdeti ki, és ennek a végét is a kormány állapítja meg. A veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre vonatkozóan viszont 15 nap, ha van csak a kormánynak lehetősége, hogy ezek hatáját megállapítsa, és a 15 nap elteltével viszont az országgyűlésnek kell ezeket az intézkedéseket meghosszabbítania. Az volt az Igazságügyi Minisztérium véleménye, amelyet a kormány elfogadott, hogy az országgyűlés hatáskörét kiüresíteni, hogyha a kormány újra és újra 15 nappal meghosszabbítaná ezeket az intézkedéseket, hiszen ebben az esetben teljesen formálissá válna az az alkotmányban biztosított jog, hogy ezeket az intézkedéseket 15 nap elteltével meg kell hosszabbítani. Ezért úgy láttuk, hogy nincs jogi lehetőség arra, az valóban egy komolyan alkotmányos szempontból komolyan kifogásolható döntés lenne, hogyha a kormány ezután ugyanazokat az intézkedéseket meghozná. Megvizsgáltuk, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek lejárnak, ezek az intézkedések, és mit tudunk tenni ezekkel kapcsolatosan. Az egyes intézkedések közül a legfontosabb talán az, hogy az egyetemek zárvatartása a 15 nap leteltével elvileg megszűnne. A konkrét esetben azt kérjük a fenntartóktól, hogy hosszabbítsák meg saját hatáskörben az egyetemi szünetet, tehát ugyan 27-én lejár ezeknek az intézkedéseknek a hatája, és csak reméljük, hogy jövő hét kedden az országgyűlés el tudja fogadni azt a törvényt, ami felhatalmazást ad az intézkedések meghosszabbítására. De a hétfői és keddi napon a fenntartókat kérjük arra, hogy rendeljenek el szünetet az egyetemekben, az egyetemeken. A köznevelési intézmények kapcsán további problémát jelent, hogy a bölcsődei, illetve óvodai ellátás esetén a polgármestereket jelöltük ki arra, hogy rendkívüli szünetet rendeljenek el. Most a polgármestereknek ez a hatásköre is megszűnik, ez 30-án fog megszűnni, tehát jövő héten, hétfőn. Ezért az a kérésünk itt is a fenntartókhoz, bölcsődei és óvodai fenntartókról beszélünk, itt vannak állami fenntartók, egyházi, alapítványi, önkormányzati fenntartók, hogy mindenhol a fenntartó rendelje el a szünnapot. Ami ennél nagyobb veszélyt jelenthetne, az az, hogy azok az intézkedések is hatályukat vesztik a 15 nap elteltével, amelyek a légijármű, autóbusz, vasút előtti határzárra vonatkoznak, illetve a külföldiek előtti határzárra vonatkoznak. Továbbá azok az intézkedések is, amelyek ilyen értelemben a schengeni belső határon is egy határvédelmi rendszert hoztak létre. A belügyminiszter ezt saját hatáskörben meg fogja oldani, az Európai Uniós szabályoknak megfelelően, így azt fogjuk tenni, hogy ő fogja elrendelni a schengeni belső határ ellenőrzést, és a schengeni külső határok ellenőrzése pedig a korábbiak szerint zajlik, azzal, hogy belügyminiszteri utasítással meghatározott országból érkezők belépésére nincs lehetőség, és a szigorú vizsgálat pedig továbbra is fennmarad.
Az ítélkezési szünet is 30-án le fog járni, ez a hétfői napon. Itt még az igazságügyminiszter asszony egyeztetni fog az Országos Bírósági Hivatal elnökével. Ezt a két napot kellene áthidalni ahhoz, hogy ott a határidők ne folytatódjanak, illetve hogy ne kelljen tárgyalásokat tartani. Úgy tudjuk, hogy a tárgyalások nagy részét beállították, elhalasztották. Ennek megfelelően talán a megoldás részben adott. A határidők folyásával kapcsolatosan kell még a miniszterasszonynak az OBH elnökével való egyeztetést követően megoldást találni. Ugye ezeket az intézkedéseket a kormány meghozta, illetve feljogosította az illetékes tárcavezetőket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket. Arra kérjük a fenntartókat, hogy miután a kormánynak most erre nincs jogköre a keddi napig, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy továbbra is az egyetemek zárva maradhassanak, illetve az óvodáknak, bölcsődéknek se kelljen kinyitni. Azt látni kell, hogy a védekezés kezdetén vagyunk. Az elmúlt napokban ugrásszerűen kezdett el megnőni a betegek száma, ugyanúgy, ahogy ezt a környező országokban is láthattuk, és a következő napokban is az várható. Lassan a csoportos megbetegedések időszakából át fogunk lépni a tömeges megbetegedések időszakába. Ezért is szeretnék különös hangsúlyra köszönetet mondani azoknak az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, akik az elmúlt hetekben mindenrejüket megfeszítve dolgoztak azért, hogy a lehető legjobb kezelést kapják meg a betegek, és hogy keretek között lehessen tartani a fertőzés mértékét. Szintén szeretnék köszönetet mondani a rendvédelmi dolgozóknak, a rendőröknek és a katonáknak, akik az elmúlt napokban mind a határvédelem területén, mind a belső biztonság területén, mind pedig a járványügyi intézkedéseknél a rájuk eső feladatokat kiválóan és rendkívül fegyelmezetten látták el. A kormány szeretne egyértelműen köszönetet mondani az ő eddigi munkájukért, és tudnunk kell mindannyiuknak, hogy az ő jövőbeni munkájuk eredményességétől függ a védekezés sikere. A kormány értékelte azt is, hogy a védekezésben eddig milyen döntéseket hoztunk meg, és ezt követően még milyen döntésekre lesz szükség. Azt örömmel és megnyugtatásul is mondhatom, hogy a kormány minden olyan intézkedést, amelyet a környező országok is meghoztak, azt a betegszámot tekintve, a fertőzés mértékét tekintve lényegesen előbb hozta meg, mint más országok. Ennek köszönhető, hogy ma Magyarországon a fertőzés mértéke lényegesen kisebb, mint Európa legtöbb országában. Azt reméljük, hogy az ütem továbbra is lassabb marad, de azt látni kell minden virológiai, víruskutató és matematikus modellje szerint, hogy most ebben az időszakban, a következő napokban és hetekben a fertőzések száma ugrásszerűen meg fog nőni, de minden adott ahhoz, hogy ezt kontroll alatt tarthassuk, és az egészségügyi ellátórendszer az elmúlt hetekben felkészült arra, hogy a lehető legtöbb beteget tudja fogadni. Azt látjuk, hogy vannak olyan eszközök, amelyek számukat tekintve, a számszerűséget tekintve nem egy rendkívüli helyzetre vásároltak be, vagy amelyeket nem egy rendkívüli helyzetre vásároltak meg. Lélegeztetőgép a legfontosabb, tehát a védekezéshez szükséges legfontosabb eszköz az a lélegeztetőgép. Ma Magyarországon van 2500 lélegeztetőgép, ami rendelkezésre áll szabadon a kezelésekhez. Azt tudjuk mondani, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek a számát a lehető leggyorsabban növelje. Külföldről is igyekszünk vásárolni, viszont be fogjuk tartani, és számtalan kérdés is van ezzel kapcsolatosan, hogy ezt előre szeretném bocsájtani, hogy be fogjuk tartani azt a szabályt, hogy miután a jelenlegi helyzetben a szabad piac az leginkább a szabad rablásra hasonlít, ezért az a biztos, ami már a védekezéshez szükséges eszköz között az van meg biztosan, ami megérkezett az ország területére. Tehát az ország területére megérkező eszközökről fogunk beszámolni, mert nem szeretnénk sem olyan várakozásokat kelteni, amik nem válnak valóra, sem pedig egy ilyen kényes helyzetben a kormány szavahihetőségét kockára tenni. Nagyon sok céggel, országgal tárgyalunk, nagyon sok helyről, nagyon sok fajta módon igyekszünk beszerezni minden a védekezéshez a lehető legsúlyosabb esetben is szükséges eszközöket, de ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, hogy ezek sikeresek legyenek, ahhoz az szükséges, hogy az ország területére érjenek be ezek az eszközök. Ha megérkeztek az ország területére, akkor mindig mindenről, ahogy eddig is, számot fogunk adni.
A védekezés költségeivel kapcsolatosan is szeretném tájékoztatni önöket. Azt tudjuk mondani, hogy eddig is több mint 100 milliárd forintot költöttünk a védekezésre. 100 milliárdos, sok 100 milliárdos nagyságrendje lesz annak, azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az egészségügyben, rendfenntartásban el kell költenünk a járvány miatt. Ezek az eszközök és ezek a pénzek a költségvetésben rendelkezésre állnak, tehát fontos az, hogy sokan önkéntesek is felajánlásokkal ebben a helyzetben segítsenek azoknak, akik bajba jutnak, de azt szeretném egyértelművé tenni, hogy a védekezéshez nem szükséges többletforrás, a központi költségvetésben minden szükséges forrás rendelkezésre áll. Ami még talán itt az előzetesen a kérdéseket megelőzően elmondható, hogy a fertőzöttek tekintetében is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát azt továbbra is részben megnyugtatásul tudjuk mondani, hogy 80-90% a fertőzötteknek tünetmentes hordozó. Vannak olyanok, akik egy átlagos influenza tüneteivel vészelik át a betegséget, és vannak a kórházi kezelést is igénylő betegek. Azt tudjuk mondani, hogy nagyon kevés olyan eset van, ahol maga a koronavírus elsődleges halálok, ilyen is van, és ilyen is lehet, különösen az idősebb korosztályban, de a legtöbb esetben egy olyan mellékbetegség, ami a főbetegséghez társulva válik halálokká. Ezt szerettem volna a koronavírus elleni védekezés hazai frontjáról elmondani. Európai uniós ügyekben is szeretnék röviden tájékoztást adni. Ma lesz az állam és kormányfők csúcsértekezlete. Ez is rendhagyó formában fog megtörténni, senki nem utazik Brüsszelbe, hanem egy videokonferencia keretében kerül erre sor. Ennek gyakorlatilag egyetlen témája a koronavírus elleni védekezés. Azt fogja a magyar kormány indítványozni, hogy a védőeszközöket vámmentesen lehessen az Európai Unió területén kívülről az Európai Unió területére behozni. Amit eddig az Európai Uniós segítségnyújtásról el tudunk mondani, az az, hogy Magyarország számára azok a tervek, amelyeket Brüsszel ismertetett, talán a legkevésbé kedvezőek. Ez annak köszönhető, hogy nem plusz forrásokat társít az Európai Unió a védekezéshez, hanem már létező pályázati források felhasználását és lehívását könnyíti meg. Magyarország azonban a legjobb pályázók között van, tehát mi a legtöbb Európai Uniós operatív programnál több mint 100%-ot, ahogy sokszor elmondtuk, biztonság kedvéért 110%-át lekötöttük a pénzeknek, és ebből pedig az következik, hogy Magyarország esetén, hiszen mindent megtettünk annak érdekében, hogy hazai és Európai Uniós források ne vesszenek el, a legkisebb a szabadon felhasználható összeg. Annak is örülünk, hogy ha ezeket valóban szabadon fel lehet használni, gyorsabban megkapjuk, vagy éppen nem kell visszafizetni, és erre úgy látjuk, hogy van esély, de ez lényegesen kisebb segítség, mint azoknak az országoknak, akik egyébként kevésbé teljesítenek jól, és az Európai Uniós pályázati pénzek lehívásában Magyarországnál rosszabbul állnak. Az a célunk, hogy gazdaságösztönző intézkedéseket is hozzunk. A kormány abban érdekelt, hogy a gazdaság működését a lehető legnagyobb mértékben tartsuk fenn, ezért is a munkahelyek megóvása, a új munkahelyek teremtése majd a válság elmúltával, ezek a legfőbb célkitűzései a kormánynak. Azért döntöttünk arról is, hogy teljes hiteltörlesztési moratóriumot hirdetünk, hogy 2021. január 1-ig nem kell senkinek hitelt visszafizetni, mert ez potenciálisan 3000 milliárd forintot hagy a magyar családoknál, és szeretném azt is egyértelművé tenni, mert ezzel kapcsolatosan téves tájékoztatás is megjelent, hogy 2021. január 1-től a törlesztő részletek nem emelkedhetnek, tehát ha valaki most nem fizet ebben az évben törlesztő részleteket, 2021. január 1-től változatlan törlesztő részlet mellett megnövekedő futamidővel tud törleszteni. Azt reméljük, hogy az a potenciálisan 3000 milliárd forint, ami így a magyar családoknál marad, az szintén a gazdaság életben tartását, erősítését és fogyasztás növelését fogja szolgálni. Végül a kormány a tegnapi ülésén, korábban már a sajtóban is tárgyaltak szerint, lezárta a
Mátrai erőmű megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót. Tudják, hogy hónapok óta van folyamatban egy tárgyalássorozat. Sokszor elmondtuk, hogy amikor ennek eredménye lesz, akkor fogunk teljes körű tájékoztást adni. Azt tudom mondani, hogy március 26-án lezárult az a tranzakció, amelynek alapján a Magyar Villamos Művek megvásárolja a Mátrai erőművet, és a Geosol Kft-t is tulajdonul, Status Power Invest Kft-t. Az erőmű klímavédelmi szempontoknak megfelelő technológia átalakítását a kormány nemzetstratégiai érdeknek tartja. A vételára a cégcsoportnak 17 milliárd 440 millió forint volt. Azt tudjuk mondani, hogy ez az erőmű kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar villamosenergiaellátásban. A villamosenergia termelésünk 16%-át adja, ráadásul a munkahelyek megőrzése szempontjából és a térség gazdasági stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az erőmű működjön, erre egy ipari park is épül, és a térség talán a legnagyobb munkaadója ez az erőmű. Itt nyilván hosszú távon a klímacélok érdekében is átalakításra van szükség, de az biztos, hogy ma a legfontosabb, az egyik legfontosabb magyar energiaforrás az a Mátrai erőmű, ezért ennek állami tulajdonba vételét a kormány indokoltnak látta.